járnak, mert a lányok kényeskedik, nyakkán kívül. A fiúk meg okosak, bátrak, erősek. Fiút váltam, szőkét és kék szemült. Máriusz, Krisztiánt, Matitusz, fekete hajút és sötét szemült. Farkas, Rómeót imád. Erőset, bátrat, akiből a sportban napja. Attilát, Batonzot, Hunot. Okosat, tehetségeset, aki majd szakát nevezt és szemüveget volt. Ambrus, Norbertet, vagy Borisát. Már eljött az ideje, és én még mindig nem döntöttem, mert az apja is mondott neveket, és ezzel csak megzavart. Végül úgy határoztam, hogy előbb megnézem a fiamat, és attól függően, hogy az erő és a bátorság, vagy a nagy ész és a tehetség látszik rajta jobban. Olivier, Dávid vagy Bonifác lesz. Úgy is tőlem kérdik majd, hogy mi legyen a nevem, ha már megszületett. Hát, valóban tőlem kérdezték, csak előbb annyit mondtam. Gratulálunk, anyuka, kislány! Amikor meghallottam, hogy én most már igazán anyuka vagyok, és kislányom van, eszembe se jutott, hogy fiút váltam. Csak annak örültem, hogy végre megszületett. És amikor felsírt, tudtam, hogy csak is küldtek a mi gyerekünk, senki más. Ugyanis lett volna fiú, mikor kislány. És amikor megkérdezték, hogy mi legyen a neve, mindegy kettőt is mondtam. Pedig nem is gondolkoztam rajta, csak egyszerűen tudtam, hogy úgy hívják. Különben is nehéz lett volna eldönteni, hogy inkább erős és bátor, vagy okos és tehetséges. Mert azt láttam, hogy gyönyörű. És amikor mellénket tették, és azt mondtam neki, hogy édes kislánya, láttam, hogy megérti, és ő is szeretné nekem mondani, hogy édes anyukám. Persze, erre még várni kell egy kicsit. Én az első percet fogva örültem a lányomnak. Csak akkor még nem tudtam, hogy nem csak nekem akkor örül, hogy nekem lányom született. Hogy örült az apja, pedig róla igazán azt hittem, hogy fiú szeretne, de úgy látszik, mégis lány vár, mert egyre csak azt kiabálta. Megszületett a lányom, a lányom, a lányom! Én bennem elégettem, és bennem világosítottam, hogy az enyém is. Én az első perctől fogva örültem a lányomnak. Csak akkor annak is örültem, örül a lányának. Csak akkor még nem gondoltam arra, hogy egy lány sokkal jobb, mint egy fiú. Aztán megnéztek. Örülj, hogy lány, mondta az anyám, legalább nem akar majd motorbiciklit, és nem megy el autóversenyzőnek. Persze a bátyámra gondol, aki akar, és elmen. Örülj, hogy lány, mondta az apám, hogy lánynak mindig könnyebb az élete, és ő csak tudja, hiszen fiúnak született. Örülj, hogy lány, mondta a barátnőm, egy kislány olyan cicás és olyan aranyosan lehet öltöztetni. És ő csak tudja, hiszen van macskája, és nemrég nyitott gyermekhivatalba. Örülj, hogy lány, mondta a nővérke is, mikor hazakészülöttünk, és a kezembe nyomta a kislányomat. Nézze csak meg, már most két kis hölgy. És valóban, ahogy megnéztem, aztán a többi kisbabát, rajta kívül egy sem látszott két kis hölgynek, de még kész kis úrnak sem. Amikor már otthon voltunk, és megjelentek a rokonok, a szomszédok és a barátok gyereknézőben, ők világosan meg is mondták, hogy miért csak egy kislány, mint egy kisfiú. Örülj, hogy lány, mondták a rokonok, a barátaink és mi. A fiúk vásodtak, önzők, és hamar elmennek a háztól. Bezzeg a lányok, egy lány a szép, kedves, meleg szívű és anyás. Tinka még azt is hozzátette. Egy lány ügyeskező, szolgálmas és mindenben segít az anyjának. És azt hiszem, ez mindig igaz, mert hogy elnézem a lányom, már most is szép és kedves. Elnézem a lányomat, és azt hiszem, Tinka nénének is igaza van, mert már most látszik rajta, hogy milyen ügyeskező. Igazán nem vagyok elfogult anya, de az azért ritkaság, hogy egy gyerek már két hetes korában ügyegesse a csörgőt, és két hónapos korában már megfogja a kamarát. Este elúságoltam az apjának, hogy milyen ügyes lesz a mi lányunk. És az apja is örült,
csoport víz fellépésére. És az első bálra, ahol az apjusán mondja majd, hogy ő nem szeret táncolni. Elnézem a lányomat, és arra gondolok, milyen büszke leszek majd rá, amikor iskolában verset mond nekem anyák napján. Ha egyszerre veszik fel a színművészeti és az iparművészeti főiskolára, esetleg a Zeneakadémiára is. Elnézem a lányomat a kiságban, és a lányom visszanéztem. Örülök, hogy lány vagy, mondom neki, bár kisnyúlt szerettem volna, de akkor még nem ismert. És úgy látszik, a lánya is örül, mert rám mosolyog. Talán arra gondol, hogy lesz még neki kis öccse, vagy ha nem lesz, hozz majd őfűt a házhoz. De én már azt is tudom, amiről a lányomnak még fogalma sincs, hogy lesznek még neki gyerekei,